harmadik körben gyorsabb volt, méghozzá nem is kevéssel, mint Kubica. Az egyik Force India Adrian Sutil autója a pálya szélén, méghozzá elég rossz helyen. Az csak simán megállt. Igen, nem neki csapódott. Mondjuk annyira nem borzalmas a hely, tehát ezért nem hiszem, hogy safety cart be fognak küldeni. Ha csak, de lehet, mert innen nem tudják kiemelni. Csak akik levontatják. De hát mondjuk nem, tehát külső íven van, tehát nem az ideális íven van Sutil autója. És de rossz helyen fut Sutil, na végre egy hely, ahol be lehet ugrani. Na. És ott lángolt a fék, lehetett látni, ugye ilyenkor elmegy a hűtés rögtön, hogy megáll egy autó, tűz forró minden, pillanatok alatt belobbanhat bármi. Hoppá, Räikkönen nagyon megjött Kubica nyakára. De nagyon. Hát ennyire. Igen, most már egy másodpercet adott neki. Szerintem Kubica gumija elkezdett fogyni. Hát pedig hasonló, ugyanaz van. Igen. Csak nem mindegy, hogy terhelte eddig. De Räikkönen, elmondom, hogy Hamiltonnál is sokkal gyorsabb. Ez érdekes, most Räikkönen elég gyors. Hát még annyira nem érdekes. Ő a világban zöld zászló. Mindjárt elkezd lángolni Sutil autó egyébként. Igen. Tehát... Nehéz oda menni. Ez érdekes lesz, hogy csöndbe leég. Azért mondom, hogy olyan helyre áll, hogy nem tudnak bemenni a pályabírók, úgyhogy lehet, hogy egy-két körön belül mégiscsak beküldik a biztonsági autót, hogyha ott roham Vijay Mallya a csapat tulajdonos, hogy uraim, le fog égni az autónk, valamit tegyünk, mert nem tudják eloltani. Picit igen, drága. Nagyon érdekes egyébként, ahogy mondod. Nézd ott meg. Van. Lángol. Ezek az autók, ezeknek nagyon sok fontos részét a levegő hűti. Például, hogyha beindítunk egy Forma 1-es autót, mondjuk 20 másodpercnél tovább álló helyzetben nem járatható a motor, azonnal ki kell lőni, azon egyszerű oknál fogva, mert fölrobban. Ajaj. Na. Most az oltónak a pora még bemenne a pályára, az még vicces lenne. Fúj a szél rendesen. Igen. Itt jön Räikkönen és Kubica. Nagyon komolyan ledolgozta a menet közben kialakult hátrányát Kimi Räikkönen. Mondjuk egyébként az is érdekes lesz, hogy és jön a safety car. Hát... Jön a safety car. Hát készenlétben van. Uh-huh. Hamiltonnak 6,8 másodperces előnyével Kubicával szemben, ezt veszíteni el kapásból, ha bejönne a biztonsági autó. Most már 6,9. Igen. Sárga, bejön. Pedig most már megmondom neked, most már, mivel hogy oltották, nem ment be a por, és mindenki tudja, hogy hol áll az autó, most már nem értem. Szerintem az volt a baj, hogy rálógott az aszfaltra, és az aszfaltra, értelek, de mindenki tudja, és egy sárga zászló végig lehet menni. Csak úgy tudták volna eltolni onnan, hogyha bemennek a pályabírók, ez egy nagyon gyors szakasz viszont, és ezt nem akarták. Uh-huh. Hogy menet közben mentsenek, úgyhogy ezt nem vállalták be. Na, hát Hamilton előnye elfogyott akkor. Igen.